kívántok egy kis képszakadásra? Eljön majd az is. Ez most egy ilyen lesz. Köszönjük. The Fuse zenekar egyenesen Szlovákiából. 2015-ös a csapat, és most rengeteg információt elmondtam, kezdjük szépen sorba. Szlovákia. Hogy kerültetek ti Szlovákiából ide Nyíregyházára erre a tehetségkutatóra? Igazából én követtem az Öröm a zene Facebook oldalát, és figyelgetem mindig az ilyen lehetőségeket. És elküldtem a fiúknak, aztán mondom, próbáljuk meg, nem? Felszedtük a demókat, és akkor elküldtük, és eljöttünk, és megpróbáltuk. Igazából ennyi. Nincs messze, úgyhogy nem jelentett problémát. Mit szóltatok hozzá, amikor megkaptátok ezt az üzenetet? Szerintem mindannyian nagyon örültünk. Én személy szerint kiugrottam a bőrömből, nagyon tényleg örültem. Hát páran közülünk még egyetemisták nem vizsgáztak, tehát olyan is akadt, aki mondjuk 4 napig nem is reagált, ami kicsit furcsárodtunk, de egyébként így összességében nagyon-nagyon tényleg örültünk, úgyhogy szuper. És hát 2015 az nem ma volt, azóta azért nagyon sok minden történt a zenekarra. Menjünk szépen sorba akkor az alapoktól, hogy született meg maga a zenekar.
Jó, tehát lényegében 2015-ben picit átalakultunk, mivel menesztettük az akkori énekesnőnket, már akkor is énekesnőnk volt, és akkor elég hosszan énekes frontember nélkül maradtunk, ugye, és hát énekesnőt vagy énekest kerestünk, mivel elég kis városban élünk, maga a terület elég ilyen leépült, úgyhogy nagyon nehéz volt, meg kevesen zenének, stb. Régebbről én Vikit, hát nem is, hogy ismertem, csak láttam fellépni előző formációkba, de akkor még elég ilyen kisiskolás történet volt az egész, nem? És akkor meg egyszer jöttem egyetemről haza vonattal, megláttam, és akkor mondtam aztán fiúknak próbán, hogy halljátok, ez a Choice énekelt, kérdezzük már meg, lehet, hogy nem lesz olyan rossz. Aztán pedig így történt, aztán elhívtuk egy-két próba, kifejtett, hogy neki is tetszik a történet, nekünk is, és akkor azóta így lényegében együtt maradtunk. Na, Viki, te mit szóltál hozzá, amikor megkaptad ezt a felkérést? Nekem iszonyat nagy poén volt először, mert számunkra, amikor az előző formációban voltam, mint énekes, ők voltak a nagy fiúk, a nagy zenészek, és azért voltak különbségek technikailag, meg színbelileg, és meglepődtem, nagyon meglepődtem, mondom, micsoda én, engem akarnak. Jó, és akkor nekem ez egy ilyen nagy szó volt akkor, hogy végre jó zenészekkel zenélhetek, meg jó bandával lehetek. És nagyon-nagyon örülök, hogy felkerestek. Nagyon összecsiszolódtunk szerintem azóta. Egyébként kicsit érdekes így a felállás, mert egy pici, alacsony, vékony, szőke, olyan kis aranyos kislány vagy, és ekközben pedig hát azért úgy kiengeded a hangod. Ez mennyire a testílusod ez a műfaj? Abszolút, én szerintem nagyon színes az én palettám, szóval én mondhatni mindenevű vagyok, nem szűröm meg a stílusokat. Nagyon-nagyon szeretek ebben a stílusban is énekelni, otthon lenni, viszont szívesen benne vagyok másokban, és például musicalekben, vagy népdalversenyekre jártam annó, szóval próbálkoztam több téren, de abszolút nem idegen ez sem egy másik. Kik a kedvenc előadóid esetleg, hogyha már nálad van a mikrofon? Hát kedvenc előadó az abszolút Pásztor Anna, mert egy őrült nő, imádom, komolyan. Oh, nagyon, szóval ő nagyon inspirál, és nem mondom, hogy próbálkozom úgy előadni, mint ő, de nagyon inspirál az előadásmódomban. Én vagyok leginkább ilyen téren a kakuktojás, mert nagyjából ez a három műfaj nekik nagyon megegyezik, de én szeretek picit más körökbe is elmenni, vagy inkább ilyen poposabb, mainstreamebb, nem tudom, és ha én ilyennel jövök elő, hogy csináljunk valami picit ilyen rádiósabb, hát nem, semmiképpen nem. Tehát, tessék, így van. Horizont is az ő kedvéért lett igazából megírva, hogy legyen egy olyan dal is, ami Márknak is tetszik. Kicsit ilyen poposabb, kicsit ilyen táncolós, nem csak ez a inkább alternatív rock, vagy hogy is mondjam, groove rock. De így kifejezett kedvencem, nincs, én is mindenevő vagyok, de nagyon szeretem a magyar előadókat is, Leandert mondjuk ilyen téren, jó, ez most szembe megy, amivel mondtam, ez igaz. Mikor milyen kedvem van, de amúgy ilyen Bieber's, a külföldiekben Nothing But These, Royal Blood, mondjuk az is picit rockosabb, de nagyon szeretem Dua Lipát is, és stb. Ilyesmi téren. Igen, ezek az előadók, akiket most felsoroltál, ezek abszolút rádiókompatibilisek, és nagyon megragadnak a közönségbe, úgyhogy lehet, hogy érdemes ráhallgatni. Mennyire készültök egy-egy fellépésre? Készülünk rá, igyekszünk kihozni belőle a maximumot, ami tőlünk telik. Külső véleményeket is meghallgatunk. Van, hogy ugye eljön egy-két zenész barátunk, és mint például itt van most is Olivér, és ő az ilyen irányító, hogy erre figyeljetek, arra figyeljetek, és akkor volt már ő is pár próbán, és mindig jelen volt, és mondta, hogy mire ügyeljünk igazából. Szóval igyekszünk a hibás részeket kidolgozni, és nem rástresszelni. Már csak egyetlen egy kérdésem maradt. 10 év múlva mit láttok magatokból, hol lesztek, miről fogunk beszélgetni 10 év múlva az interjúban? Igazából jelenleg nem tudjuk, hogy hol végződik a történet, tehát vannak bizonytalan idők, amikor nem tudjuk, hogy folytatódik ez. Márk tanárként dolgozik, én most fejezem be a sulit, a gitárosunk szintén egyetemista, szóval eléggé így szerte ágazik a sok-sok elképzelés, de szerintem igyekezni fogunk majd azon lenni, hogy valahogy összetartjunk, és minél tovább megmaradjon ez a dolog. Szerintem kár ezt veszni hagyni. Nem úszod meg erre a kérdésre a választásom. Te hol látod magatokat 10 év múlva? Jó, ne légy negatív, légy.
Én sosem vagyok negatív, kivéve ha tesztem az, mert az jó. A mai világban ezt is meg kell említeni. Na szóval, hogy én hol látom magam, egyébként nehéz megmondani, mert szintén a barátnőm, a párommal lassan tervezgetjük a jövőt, de ő még egyetemista, én már dolgozom, tehát ez még így össze kell ezt hoznunk, így a jövőbeli munka, ügyi dolgokat, meg a lakás, stb. És hogy a zenekar, hogy itt maradunk a környéken, vagy elköltözünk, ez szerintem nagyon ettől fog függeni, de ha Isten is úgy akar, és itt maradunk ebbe a formációba, itt Szlovákiában egy környezetbe, egy városba, akkor hát jó lenne egy, legalább egy-két albumot kidobni, ami jobb koncerteken, ilyen híresebb helyeken fellépni. Nem akarok én nagyot mondani, max egy sziget, egy ilyen kis eldugott sátorkacskába, vagy hasonló, úgyhogy kb. Így. Következzen el a horizont! A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.